Sikeresen elindult a tanév a Kályamiban, tudtuk meg Plusz Csilla intézményvezetőtől. Mindhárom iskolában más-más módon kezdődött a 2020-21-es tanév. Kiskulcsoson az iskola rádión keresztül nyitották meg a tanévet. A Kovács tagintézmény jelenleg még három feladat ellátási helyen van. Így ott csak jelképes évindítás volt az osztályfőnökökkel, míg a művészeti iskolában tanszakonként a tanszaki tanárok nyitották meg ezt a rendhagyó tanévet. Rendhagyó módon, úgy ahogy az előző tanévet rendhagyó módon zártuk, illetve tartottuk meg a második fél évet, úgy most ez a 20-21-es tanév is rendkívüli módon indult. Mind a három tagintézményünkben másféle módon kezdődött a tanév. Ugye elsőjén Kiskulcsoson, mivel rossz idő is kerekedett, az iskola rádión keresztül nyitottuk meg a tanévet. A Kovács Mihály tagintézményünk még mindig három feladatellátási helyen nyitotta meg a tanévet osztálytermi keretek között, az osztályfőnökökkel. A művészeti iskolában pedig szintén tanszaki körülmények között a tanszakot vezető tanárok nyitották meg a kis tanszakukon a tanévet. Azt elmondhatom, hogy én minden osztályba körbe mentem, és megerősítettem ezt a rendhagyó tanévnyitást, és kértem a gyermekek együttműködését annak érdekében, hogy ezt a tanévet így együtt tudjuk folytatni, és együtt tudjuk majd lezárni is. A koronavírus fertőzés megakadályozására elkészültek az irányelvek. A tankerületi központ biztosított minden fertőtlenítő eszközt és szert, hogy a mindennapi életben higiénikusan betarthassák az előírásokat, szabályokat. Elsőként egy iránymutatást kaptunk, amely az EMI-ből érkezett, illetve a Karcaki Tankerületi Központ is adott számunkra egy iránymutatást, hogy melyek azok a szabályok, amelyeket be kell tartanunk annak érdekében, hogy a koronavírus fertőzés ne férkőzzön be az iskoláinkba, illetve a fenntartónk, a Karcaki Tankerületi Központ biztosította azokat a fertőtlenítő eszközöket, felmosókat, letörlőket, kézfertőtlenítőket, papírtöllőt, WC papírt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a mindennapi életben higiénikusan be tudjuk tartani ezeket a szabályokat. Kiskulcsoson kettő első indult, 217 tanuló van. A Kovácsban is két elsős osztály, 2-től 6-ig 1-1 és 2-7-8 osztályos van. A művészeti iskolában a szokásos tanszakok indultak. A kiskulcsosi tagintézményünkben két első osztály indult, a többi folyamon egy-egy osztály van, ott összesen 217 tanulóval indítottuk a tanévet. A Kovács Mihály tagintézményünkben is két első osztály indult, a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik osztályban egy-egy osztályunk, és 2. 7. és 2. 8. osztályunk kezdte meg a tanévet. A művészeti iskolában a szokásos hangszer tanszakok, a zongora, a hegedű, a fuvola, a cselló, a trombita, a furuja, a mérészfúvók, a népi hegedű, a magánének, az ütőtanszak, a klarinét tanszakon, illetve a gitártanszakon kezdődött meg az idei tanév. A szülőkkel felvették az osztályfőnökök a kapcsolatot, az esetleges digitális oktatásra készülve is. A tavalyi tanév végén kialakítottak a tagintézmények, a helyi sajátosságokhoz igazítva egyfajta kapcsolatrendszert, egy online kapcsolatrendszert a szülőkkel, ahol tartották a kapcsolatot, illetve ahol folytak a tanórák, illetve az instrukciók, ahol tudtak konzultálni a tanulók, a szülők, a pedagógusokkal, az intézményvezetés. Ezek megmaradtak, mert ezek nagyon jó bevált csatornák, és az első szülők, illetve tanulók ehhez kapcsolódnak, bekapcsolódnak, és a tanítónénik az első napon már fölvették a szülőkkel a kapcsolatot, és egyenként megbeszélik, hogy kinek milyen lehetősége van, és hogyan tud bekapcsolódni ebbe a rendszerbe, amint nálunk már működik. A tanári ellátottság megoldott mindhárom iskolában. Mindig szeptember, augusztus második feleit, illetve a szeptember egy kicsit izgalmas, mikor tanévet indítunk, mert általában úgy indulunk, hogy ó, milyen jó lenne még ilyen és ilyen szakos tanár. Hál' Istennek sikerül mindig megoldani a problémákat. El tudom mondani, hogy most megnyugtatóan alakul, illetve indul az idei tanév, hiszen a szakos ellátottságot biztosítani tudtunk. Találtunk
tudtunk olyan óraadó kollégákat, akik vállalták a feladatot, besegítenek nekünk, és a hiányzó szakos órákat el tudják látni. A tanév során szeretnék megtartani a szokásos iskolai és városi tanulmányi és sportversenyeket, ha lesz rá lehetőség. Ezeknek elkezdődött a tervezése, tudtuk meg az intézményvezetőtől.